Komoly meglepetésre Európa bajnok lett, Simon Béla és Juhász Adrián normál súlyú, kormányos nélküli evezős párosa. Az elkövetkező percekben róluk tudhatunk meg még többet. Itt van a stúdióban sportszerkesztőnk Székely Dávid. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Reményfutamba jutottak az elődöntőbe, utána a döntőbe, és úgy lettek Európa bajnokok, tehát eléggé nehéz út volt, de sikeres, viszont pihenniük és ünnepelniük nincs idő, hiszen már is készülnek az olimpiai kvalifikációs regattára. De addig, amíg megnézhetjük majd az olimpiai kvalifikációs regattás eredményeiket, május 22-től lesz majd Luzernben az a bizonyos viadal, a rendelkezésünkre állnak. Tudjuk őket kapcsolni Dunavarsányban, mert hogy már az edzőtáborban vannak. Fiúk, először is szívből gratulálok, köszönjük szépen ezt a meglepetést. Adrián, mennyire volt meglepetés számotokra végül ez az Európa-bajnoki cím? Először is üdvözlök mindenkit, és köszönjük szépen a gratulációt. Nagyon meglepő volt, nem számítottunk őszintén szólva, főleg, hogy pontosan, hogy a pótkvalifikációra készülünk, oda próbáljuk élezni a formát. Pont ahogy mondtad, hogy az előfutamból is, vagy hogy a reményfutamozni kellett, mert az előfutamunk nem sikerült olyan jól, ezért változtattunk az áttéten, kicsit a taktikán, és úgy nézett ki, hogy ez a döntőre bejött. Béla, minek köszönhető szerinted a döntőn belüli siker? Hiszen azt nyilatkoztad, hogy eléggé nehezek voltak a körülmények, nektek mégis minden tökéletesen sikerült, akkor nektek ezek szerint minél nehezebb, annál jobb? Igazság szerint mi tiszai gyerekek vagyunk, nagyon szeretjük a rossz vizet, úgyhogy nem igazán hatott meg minket, és nem figyeltünk arra, hogy most ez bármilyen gátat szabjon a teljesítményünknek, úgyhogy nagyon jól meglovagoltuk a hullámokat, és végül sikeresen megnyertük az Európa-bajnokságot. Az elmúlt időszakban volt egy olyan része a pályafutásotoknak, amit külön töltöttetek, mert 2009 óta versenyeztek együtt. Miért volt jó az, mert az eredmény azt mutatja, hogy végül bejött az, hogy egy kicsit távol voltatok egymástól, hogy tartottatok egy ilyen szünetet? Hát ez igazából úgy alakult, egy rossz világbajnokság után döntöttünk végül is úgy, hogy kicsit külön készülünk, mert nagyon sokat voltunk együtt, nagyon sokat voltunk gyakorlatilag összezárva, és kicsit sok volt már egymásból, így nem vesztünk össze, meg semmi különösebb probléma nem volt, de kicsit jó volt távol lenni egymástól, kicsit külön edzeni, külön-külön megcsináltuk a teret, a felkészülést, és így tavasszal összeültünk, és szerencsére sok év munkája bennünk van már, így nem okozott törést a hajónak a lendületébe az, hogy külön készültünk télen. Béla, te már tudod, hogy milyen részt venni egy olimpián. Gondolom, hogy ilyenkor még nagyobb a drug benned és az elhivatottság, hogy Adriánnak is megadasson ugyanez, hiszen most a legfontosabb számotokra az, hogy kiharcoljátok az olimpiai részvételt is. Így van. Ezért nem is dőlünk most hátra, meg nem ünneplünk, meg nem pihenéssel töltjük az időt, hanem azonnal visszaállunk a munkába, és még az utolsó simításokat elvégezzük, és majd Luzern után kerítünk időt arra, hogy kicsit lazítsunk egy pár napot, és akkor megünnepeljük a dolgokat, de addig csak a munka. Adrián, mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy pontosan mi is kell ahhoz, hogy ti ott legyetek a riói nyári játékokon. 63 országnak van már kvótája, Magyarország még nincsen közöttük, de nagyon bízunk benne, hogy nektek köszönhetően majd a 64. ország Magyarország lesz. Hát mindenképpen. Szerintem egy olyan, hát nagyon nehéz ez igazából, mert nagyon szoros a mező, itt is bebizonyosodott ezen a versenyen, hogy gyakorlatilag ilyen körbeverések voltak meg a világkupán alapján. Azt mutatja, hogy nagyon szoros az a réteg, ami ki akar jutni még az olimpiára. Hát ez alapján, a verseny alapján azt mondanám, hogy jó esélyeink vannak mindenképpen. Ugye mögöttünk sok olyan csapat végzett, aki indul a pótkvalifikáción, hát ott is újra összemérjük, reméljük, hogy hasonló eredményekkel zárjuk. Fiúk, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltatok, hiszen most estetek be a Dunavarsányi edzőtáborba. Szívből gratulálok még egyszer egy egész ország nevében, és nagyon fogunk szurkolni, hogy összejön az álom. Jó edzést, jó felkészülést a regattára!